Az egész december a karácsonyi ráhangolódásról szólt a faluban. A dalmadi óvodában is készültek erre, de ott a karácsony előtt pár nappal zenés koncertet is szervezett az önkormányzat az óvoda udvarán, amelyre bárki elmehetett. Karácsony előtt az óvisok is készültek, mondta Antal Kitti intézményvezető. Mi az óvodában is arra törekedtünk, hogy a gyerekeket átjárja a szeretet, és hogy ráhangolódjanak ők is a karácsonyra. Először Mikulással kezdődtek a programok. A Mikulás megérkezett hozzánk, minden gyermek kapott ajándékot. Minden hétfőn, adventi vasárnapot követő hétfőn meggyújtottunk egy-egy gyertyát. Karácsonyi kézműves foglalkozást tartottunk, és karácsonyi műsort szerveztünk, amire a gyerekek készültek, a szülőket is meghívtuk, és ez egy új hagyomány volt, hiszen korábban óvodaszinten szoktuk megünnepelni a karácsonyt, és idén a szülők is részt vehettek ezen a rendezvényen, és ezt követte a kézműves ráhangoló foglalkozás, és azt tapasztaltuk, hogy a szülők nagyon örültek, és a gyerekeknek is nagy élmény volt ez. A szórakoztató zenés műsor alkalmával karácsonyi dalok és ismert slágerek is felcsendültek Szing Viktória által. Az énekesnő még 8 évvel ezelőtt az egyik tehetségkutató versenyen tűnt fel, most járja az országot, koncertezik és éneket tanít. A karácsonyi időszak az énekeseknek, zenészeknek mindig nagyon pörgős, mondta az énekesnő. Ez az idei, ez kifejezetten az volt, az elmúlt közel 3 hétben majdnem, hogy 20 különböző helyen fordultam meg, kaptam meghívást, úgyhogy mindenhol a szebbnél szebb karácsonyi dallamokat énekelhettem, és mindig alig várom az évnek ezen időszakát, hogy ezeket a dalokat énekelhessem, mert nyilván sokkal meghittebb, mint nyáron ezek a pörgős dalok. És a közönség is máshogyan reagál a meghittségre, már abban, ahogyan köszönünk egymásnak az utcán az emberek, akár hogy bemegyünk egy boltba, és úgy tudunk elköszönni egymást, hogy kellemes ünnepeket, annyira megváltoztatja a mindennapokat, és olyan jó lenne, hogyha egész évben így viselkednénk egymással emberiség szinten, úgyhogy ez a december, ez bár egész évben kitartana. Nem a hideg, hanem ez az egész szellemiség. A dombóvári rendőrkapitány is meghívást kapott a dalmadi karácsonyváróra. Csupa jó hírrel szolgált, ami azt jelenti, hogy kiváló kapcsolatot ápol a hozzátartozó településekkel, és a közbiztonságot is képesek jó szinten tartani. Nagyon szívesen jövök el ezekre a rendezvényekre, mert azt gondolom, hogy egyrészt lehetőség a kapcsolattartásra, másrészt lehetőség arra is, hogy egy ilyen rendezvény alkalmával megköszönjük az egész éves együttműködést, az egész éves munkát a településen élőknek is, a polgármesternek, meg az ember találkozik itt a helyi polgárőrszervezetek vezetőivel, tagjaival, és nyilván nekik is van mit megköszönni, és azért ezeket az alkalmakat igyekszem kihasználni. Nagyon röviden azt mondtam, hogy rendben vannak a települések. Körülbelül 2 hetet tartottunk járási közbiztonság egyeztető fórumot, ahol a polgármesterek természetesen részt vesznek, mint tagok, és elmondhatták volna, vannak problémák, de ilyenek nem hangzottak el. Én azt gondolom, hogy tudjuk garantálni a közbiztonságot, közrendet, és a bűncselekmények száma sem emelkedik gyakorlatilag a térségben. Minimális emelkedéssel abszolút szinten tudjuk tartani, és nyugodtan mondhatom, hogy jók a kapitányság eredményei. Stamné Juhász Luca 3 éve polgármester Dalmandon. Ezt megelőzően 28 éve dolgozott közigazgatásban. Azt mondta, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben pont arra van szüksége az embereknek, hogy összejöjjenek, meghitten töltsenek el pár órát egymással. Szeretném kihangsúlyozni, hogy külterületünk is van, Alsó-Lepert 300 fős lakossággal. A tegnapi nap ott tartottunk Karácsonyvárót, tehát nem várjuk el, hogy ők ide eljöjjenek. Nekik ugyanígy megrendezzük ezeket az eseményeket, mint a dalmandi embereknek. Úgy látom és azt látom, hogy a Covid után kicsit kezdünk feléledni, és egyre többen lenni ezeken a rendezvényeken. Most mákos diós kalácssal szolgáljuk fel őket, forró citromos teával és forralt borral, egy kis karácsonyi zene mellett, persze megbeszélgetések közepette, mindenki tud egymással találkozni, beszélgetni, hideg van, nem nagyon bújnak ki az emberek az ingatlanaikból, de ilyenkor azért talán a meghitt hangulat jobbá teszi a beszélgetést. A karácsonyváró jól betöltötte hivatását. A koncert után az óvoda előtti parkban, mint ahogy már polgármester asszony is elmondta, finom illatok, karácsonyi sütemény, meleg italok, jó hangulat csalogatta az ünneplő dalmandiakat.